48 millió forint érkezhet a nemrégen befejezett Mérei utcai ivóvízvezeték hálózat felújítására. Ez a pénz az önkormányzat önerejét biztosíthatja. De a város a szennyvízhálózat korszerűsítéséhez szükséges forrásra is pályázik a Paksi Ipari Park Nonprofit Kft.-nél. Ezek mellett további pénz érkezhet egy útfejlesztés előkészítésére. A cél, hogy az elkerülő úton található körforgalomból közvetlenül a Béri Balog Ádám utcában nyíló szakaszt építsenek. Döntés született arról is, hogy az önkormányzat megpróbál pályázati forrás szerezni a Béketelep és az Epreskert utca vízelvezetésének korszerűsítésére. Korábban ezekre a beruházásokra már érkezett támogatás, akkor viszont a pénzt vissza kellett küldeni, mert a tervek nem voltak kellően kidolgozva. Emiatt az elnyert forrásból végül csak az egyik fejlesztést lehetett volna megcsinálni. Nem tudtuk pontosan, tehát becsült költség volt a két területre, a Epreskertre, illetve a Béketelepre, és azt a döntést hoztuk, hogy akkor egyik épül meg a Béketelepi, mert az van a legvégső ponton. A támogatás átcsoportosítását viszont a pályázat kiírója akkor nem engedte, így a két érintett városrészben nem indulhatott el a vízelvezető rendszer korszerűsítése. Most viszont Szekszerdi edzőjének javaslatára a gazdasági bizottság tagjai arról döntöttek, hogy pontos árajánlatokkal ellátott terveket készítenek a beruházásokhoz, és ezek birtokában hamarosan újra pályázik Szekszárd. Mi azt javasolnánk, hogy akkor úgy, ahogy elvárja tőlünk a támogató, akkor ezt arról döntsön a bizottság, hogy akkor mi ezt készítsük elő, megnézzük, hogy akkor ennek milyen tervezési meg egyéb költségei vannak, és akkor erre is kérünk indikatív árajánlatokat, és akkor a következő ütemben akkor nyújtsuk be ezt az igényünket. A bizottság tagjai arról is döntöttek, hogy az önkormányzat próbáljon meg kisebb projektekhez is pályázni a PIP Nonprofit Kft.-nél. Így a tervek szerint támogatás érkezhet mások mellett a rendőrlámpák korszerűsítésére és járda felújításra is.